Na, sziasztok! Itt lennék egy újabb videóval. Egy pár egyszerű kötést fogok megmutatni. Ilyen lapkásoroggal, lyukasoroggal, és forgóval, hogy én hogyan szoktam fölkötni. Most még nem tudom, hogy abban, hogy mit tudnék mutatni. Remélem látszik. Nem annyira. Na, tehát az első lépés. Így fordítsuk. Horog mellett elé vezessük a domírt. És aztán vissza. Úgy, hogy legyen nekünk egy ilyen húrkunk. Így. Ezt érdemes egy kicsit hosszabbra hagyni. Itt a kilógót, hogy aztán jól tudjuk meghúzni. Akkor most itt lefogjuk azt a húrkot, hogy ne tudjon mozogni, és így csavarunk hátat. Hátat szoktuk általában. Na, ízlés kérdés. Kicsit rosszul néz ki, de majd megigazodik. Na, most itt ide rácsavartuk, itt a vég. Akkor ezt most itt fogjuk le, és ide visszahozzuk ezt a véget a húrokba. És így meghúzzuk. Na, egy kicsit rövidre hagytam, azért fogóval húzom meg. Nem a legtökéletesebb, meg lehet nedvesíteni. Na hát, még nem a legjobb. Na mindegy, az így megfelel. Kicsit egymásra jöttek a kötések. Na hát így, és a fölöslegét levágjuk. Valamilyen jó vágószerre. És ez így néz ki. Jó erős. Na, és akkor megmutatom, hogy ennek a végére hogy kell ilyen véghúrkot kötni. Így van a domilunk. Akkor ezt ismét így duplán vegyük. És ebből itt így van igazán. Kialakítunk egy normális csomót. Csak dupla domilla. Így, és ide visszahúzzuk szépen a végét. Hát itt jól látszik a csom. És ott a vége. Szépen meghúzzuk. Így. És itt is levágjuk a fölösleget. És
kész van az erős hurkunk. Nagy végcsomónk. Na, hát ki hogy hívja? Akkor a lyukas horognál se különbözik sokban. Ugyan jól nagyon mutatom, hogy látszódjon. Ezeket horcsázni vettem, ha majd egyszer eljutok. Jó nagyok. Na hát, hogyha azt akarjuk, hogy önakasztós is legyen valamennyire, akkor így legelőször azzal kezdjük, hogy a lyukon előről az öblitől befele a hátától így behúzzuk. És akkor így normálisan hátra. És akkor megfogjuk itt ezt a karikát, mint a másiknál. És tekerünk hátát. Megvan a helyi tekerés. Akkor megfogjuk most itt, ne csavarodjon vissza. Opa, egyet csavarodott a karika. Mindegy, akkor én itt csavarok egyet. És ide szépen a hurokba vissza rakjuk. Ez egy kicsit hátha szebb lesz, mint az előző. Kicsit megnedvesítem. Na, itt maradtam el, hogy már valamennyire ráhúztam. Meg lehet nedvesíteni. Talán egy kicsit szebb. Most itt az a baj. Azért nem lesz olyan szép, mert vastag a damil. Levágjuk a fölösleget. Így. És így néz ki. Jó. Akkor annak a végre most kötünk egy apróka forgót. Most csak ilyen ér van. Azt hiszem. Nagyon apró. Átfőzzük az egyik lyukon. Akkor itt visszavegyük itt is. És itt is hagyjuk egy ilyen húrkot, ha abban van benne az ujjam. És tekerek négyet. Ez is fontos, hogy tartsuk meg azt a húrkot, hogy ne csavarodjon ki a kötés. Itt látszik négy tekerés. Csak nem fókuszálva. Na de mindegy. Akkor tekártunk négyet. Most ezt a végét visszahúzzuk a karika felajukba. Így néz ki. Meghúzzuk szépen. És megvan a szép kötés. Még levágjuk a fölösleget, és kész.
Na hát, remélem ez egy nagyon hasznos videó volt. Ha szeretnétek ilyet, nyomjatok egy lájkot, meg minden. Nyugodtan kommentben írjátok meg, hogy még következően miket kötögessünk. Mit kössek meg, megmutatom. Mindegy, bármilyen szereléket. Remélem tetszett a videó. Tetszett, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!